A megjelenteket Szepesi Tibor polgármester, a Karcagi Sportegyesület elnöke köszöntötte. Nem olyan régen, ugye a hétvégén került átadásra a Ligetúti sporttelepen egy vadonatúj sportközpont, egy sportcentrum, amelynek egy fejlesztése, bár nem a területen valósult meg, hanem közvetlen közelében, egy olyan tájékozódási futó pályának a kiépítése, amely szintén ez az előbb említett pályázathoz kapcsolódik, és egyedülálló az országban, hiszen mobiltelefonnal közlekedve, futva lehet bejárni ezt a pályát, ki lehet próbálni ott a Ligetúti sporttelep és annak környezetében, a Lombkorona sétányon, illetve a mellette lévő kerékpáros, erdei kerékpáros pályán. Ehhez a pályázathoz kapcsolódik egy olyan rendezvény is, amelyet nem ezen a területen, hanem itt a városközpontban kívánt megszervezni a Karcagi Sportegyesület, a Karcagi Sportegyesület tájékozódási futó szakosztálya, hogy egy picit népszerűsítsük ezt a gyönyörű sportágat. Gyönyörű sportág, hiszen egyrészt futni kell, másrészt pedig egy kicsit a gondolkodásra is hat ez a szép sport, mert hogy fel kell ismerni a térképet, el kell igazodni benne, kicsit gondolkodni kell, ki kell választani a megfelelő, lehető legrövidebb útvonalat, tehát egy nagyon összetett sportágról beszélünk, egy olyan sportágról, amely sok-sok képességet fejleszt azokban, akik űzik és választják ezt a sportágat. Erre szeretnénk mindenkit egy kicsit fölkérni, hogy próbálja ki, vegyen részt ezen a nagyszerű rendezvényen. Az Aktív Magyarország tájfutó élmény és szabadidősport program, valamint a Magyar Tájékozódási Futószövetség támogatásával megvalósuló versenyen 4 pályán, 12 kategóriában összesen 211 érdeklődő állt rajthoz. Az eredményeknél a gyorsaság mellett a pontosság is fontos volt, vagyis az, hogy az egyes ellenőrző pontokat a térképen feltüntetett sorrendben találják meg a tájfutók. 5. évfolyamos kategóriában első helyezett Szabó Dóra és Szilágyi János Gergő, Refi. 2. helyezett Papp Boglárka és Szabó Norbert, Refi. 3. helyezett Rácz Mira, Marista és Antal Noel Zsolt, Refi. 6. évfolyamos kategóriában első helyezett Kis Hanna és Lőrinci Mátyás, Refi. 2. helyezett Kelemen, Ariella, Marista és Kovács Bocskai Márton, Tas, Refi. 3. helyezett Kovács Fruzsina és Antal János Irnik, Györfi. 7. évfolyamos kategóriában első helyezett Farkas Edina Mária. 2. helyezett Gyökeres Katrin Ágnes. 3. helyezett Farkas Dorina Rita, mindhárman a Szent Pál Marista általános iskola tanulói. 8. évfolyamos kategóriában első helyezett Dániel Csenge és Szabó Miklós. 2. helyezett Bojtor Berta Flóra és Olajos Levente. 3. helyezett Budai Bíró Endre, mindannyian a Karcagi Nagykun Református általános iskola és Talentum óvoda diákjai. 10. évfolyamos kategóriában első helyezett Válai Noémi Andrea, 2. helyezett Bakó Boglárka, 3. helyezett Tóth Boglárka, mindhárman a KSC Varó István Technikum szakképzőiskola és kollégium tanulói. Nyílt kategóriában első helyezett Szabó Károlyné és Reszegi Miklós, 2. helyezett Balog Imre, 3. helyezett Reszegi Ámos. A 9. évfolyamon valamennyi versenyző hibázott, az ellenőrző pontok sorrendjében vagy rossz pontot talált, így ebben a kategóriában nem hirdettek helyezetteket. A 2 leggyorsabb versenyző, Kis Hanna és Szilágyi János Gergő külön díjba részesült.